Tisztulhat a folyó, sokat javulhat a Tisza vízminősége a következő napokban, a jelentős mennyiségű friss csapadéknak köszönhetően. Elkezdték a védekezést, ugyan még nem virágzik a parlagfű, de már okoz gondot jelenleg a gazdáknak. Egyelőre a pázsitfűfélék allergizálnak. Eper kapu. 8 nappal rövidülhet az eljárás, kötelező az elektronikus kapcsolattartás polgári peres ügyekben júliustól. Sokat javulhat a Tisza vízminősége a következő napokban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A tavalyi aszályos, vízhiányos időszakhoz képest jóval több csapadék hullott az idei évben. A következő hetekben mintegy 2-3 méterrel is emelkedhet a folyó vízszintje. Ez azt jelenti, hogy a jelentős mennyiségű friss csapadéknak köszönhetően javulhat a vízminőség. A szakemberek várakozásai szerint pedig az árhullámok nem hoznak majd sok hulladékot. Fürödni tilos, Gergely jugornyám. A táblát múlt hétvégén helyezte ki a Vásárosnöményi Önkormányzat, a Tisza vízminősége ugyanis nem felelt meg az előírásoknak. Az esős időjárás és a kisebb áradások miatt sok hulladékot hozott a víz. A napokban befejeződött a tiszai szemétszedő kezdeményezés. A saját építési hajóflotta több napon keresztül járta a Tiszát, azzal a céllal, hogy kitakarítsa a folyót és összeszedje az árterekben összegyűlt pillepalack hulladékot. Az önkéntes csapatok idén 10 palackból épült hajóval és több kenúval kiegészülve Szatmárcsekétől egészen Tiszamogyoróig eveztek. A Petkupa minden korábbi rekordot megdöntött. 45-50 ezer petpalacnyi hulladékot szedtünk ki a Tiszának az árteréből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy több mint 3 tonna súlyú hulladékot szedtek össze ugye a Petkupa versenyzői, illetve az önkénteseink. 12 csapat indult, és több mint 150 ember vett részt az idei Petkupán. Folyamatosan szeretnénk felhívni a figyelmet az élővizeknek a védelmére, illetve a vízisportokat is szeretnénk népszerűsíteni, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság támogatja ezt a környezetvédelmi rendezvényt, és egyre több önkormányzat, hatóság, cég és civil szervezet áll mellénk. A Feti Vízik szakemberei ezeken a monitorokon ellenőrzik a Tisza szennyezettségét. Azt mondják, a következő időszakban jelentősen javulhat a folyóvíz minősége, és csökkenhet a külföldről érkező szemetes hordalék mennyiség is. Ezek a kisvizes állapotok gyakorlatilag hát pangóvizes állapotokhoz, oxigénhiányos állapotokhoz vezethetnek, de szerencsére az elmúlt időszak csapadékos időjárása átöblíti a rendszert, csatornáinkon, folyóinkon friss vizek érkeznek, tehát a vízminőségi problémákkal nem kell küzdenünk. A árhullámok petpalackokat kisebb mértékben hoznak, tehát a kommunális szennyezettség is csökkent Ukrajna, illetve a Románia felől ez mindenképpen kedvező. Az osztályvezető elmondta, ahol lehetséges, ott törekednek a vízvisszatartásra. A Tisza-Szabolcs megyei szakaszán már mintegy 16 millió köbméter friss vizet sikerült betározniuk. Lemond a NAV az alacsony összegű adótartozásokról. A következő évtől a 10 000 forint alatti tartozások automatikusan törlődnek, a kisebb összegű behajthatatlan tartozások szintén. Az elévülési idő is csökken, ez az egyik fontos változása a következő évi új adótörvényeknek. Július 1-től a korábbi 5 évvel szemben az adótartozások ideje már 4 évre csökken, ez azt jelenti, hogy 4 éven belül már elévülnek az adótartozások. Az adótartozásokat egyébként 10 000 forint alatt automatikusan törli az adóhatóság, a 10 000 és a 100 000 forint közötti adótartozásokat pedig behajthatatlanság okán törölheti. Ez azt jelenti, hogy ha inkasszóval nem sikerül eredményre jutni a behajtás terén, akkor ideiglenesen törli ezt az adóhatóság. Évente azonban az elővülési időn belül, ami ugye 4 év most már, felülvizsgálja az adóhatóság ezt a tartozást, és hogyha van inkasszálható vagyon, akkor ezt természetesen foganatosítja. Ugyan még nem virágzik a parlagfű, de már okoz gondot jelenleg a gazdáknak. Az elhanyagoltabb területeken ugyanis magasra nőhet és elburjánzhat az allergén növény. Ilyen esetben akár büntethető is a földhasználó. A bírság mértéke a parlagfűves szennyezettségtől függ. Pár 10 000 forintos vagy akár milliós büntetés is kiszabható. Jelenleg egyelőre a pázsitfűfélék okoznak kellemetlen tüneteket.
Madártávlatból is figyelik a föld területeket, a kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának szakemberei és a földhivatal munkatársai is tartanak ellenőrzéseket. Tervezett szemlék, lakossági bejelentések, GPS koordináták alapján is figyelik a parlagfűvel szennyezett területeket, majd az adatokat, az elkészült jegyzőkönyveket az úgynevezett parlagfű információs rendszerre töltik fel. A felületnek köszönhetően többek között térkép és helyrajzi szám segítségével kiértesítik az allergén növénnyel szennyezett terület használóját, és eljárást indítanak. A bírság pár ezer forintos vagy akár milliós nagyságrendű is lehet, ez függ a terület nagyságától, szennyezettségétől. Ebben az évben az előző évhez képest valószínűleg nehezebb helyzetben lesz a hatóság, illetve a gazdálkodók is, mert sokkal több csapadék volt tavasszal is, és most a nyár elején is. Tehát sokkal több parlagfű csirázott, intenzívebb a fejlődése, viszont a fenológia az nincs előrébb, tehát még elmondható, hogy gyakorlatilag még virágzás nincs, virágbimbóban már vannak tövek, tehát a tömeges pollenszóródás még nem jellemző. A parlagfű tehát egyelőre nem okoz kellemetlenséget az érzékenyeknek, allergiásoknak, ám aki csak teheti, mentesítse föld területeit a növénytől, a legjobb, ha gyökerestől tépjük ki a parlagfüvet. A növény virágzása egyébként hamarosan elkezdődik, mondta az általunk megkeresett orvos. Csajbók Valéria kiemelte, 10 emberből 7 valamire allergiás lesz élete folyamán, legtöbben a parlagfűre. Jelenleg egyelőre a pázsitfűfélék okoznak kellemetlen tüneteket, ezeket azonban meg lehet előzni. Menjenek vízpartra, menjenek hegyekbe. Ha lehetőségük van, menjenek külföldre, mert akkor megúsznak 2-3 hetet ebből a kínzó tünetes időszakból. Ha ezt nem tehetjük meg, akkor nagyon fontos, hogy reggel 5 és 10 óra között ne szellőztessünk, mert ekkor a legnagyobb a pollen koncentráció. Ne teregessük a friss ruhát vagy a mosott ruhát a szabadba, mert ezzel bevisszük a lakásba a pollent, és újra tüneteket okozhat. Ha tehetjük, minden nap mossuk meg a hajunkat, a férfiak a szakállat, a bajszot, mert ez éjszaka ismét tüneteket okozhat, hogyha ez szóródik a párnánkra. Az allergológus hozzátette, figyelni kell a keresztallergiát okozó gyümölcsökre, zöldségekre is. A következő időszakban például nem javasolt dinnyét enni az arra érzékenyeknek, allergiásoknak. Közel 2 milliárd forintos pályázati beruházással készült el a 49-12-es számú út Újfehértó és Nagykelló közötti szakasza. A beruházás műszaki átadása a napokban már megtörtént, a pályázat is hamarosan lezárul, mondta el mai nyíregyházi sajtótájékoztatóján Simon Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője. A korábbi ilyen rossz körülmények helyett a térség lakossága és a meghatározó gazdasági szereplők egy jobb minőségű úton biztonságosabban közlekedhetnek, tette hozzá a politikus. 19,5 kilométer hosszú az az út, amely Újfehértót, Érdpatakot és Nagykállót köti össze, ez a 49-12-es. 1 milliárd 965 millió forintba került a felújítása, és a kijelölt határidónél 5 hónappal hamarabb, 4 hónap alatt elkészült ez emberruházás, ami az éjszakai vezetést is megkönnyíti, mert hogy olyan optikai eszközöket helyeztek ki az út mellé, amely korábban nem volt. Kikéri az emberek véleményét a Jobbik kisvárdai ifjúsági tagozata a Felső-Szabolcsi Kórház felszereltségéről, támogatottságáról. A tagozat elnöke tájékoztatóján azt mondta, környezetében azt tapasztalja, hogy nincs minden rendben az egészségügyi intézményben, annak ellenére, hogy a dolgozók mindent megtesznek. A kérdésben olyan kérdéseket tesznek majd fel például, hogy a helyiek elégedettek-e a kórház szolgáltatási színvonalával. Augusztus 31-ig tervezzük, ez már nagyjából így el is kezdődött, a kérdőjét azt már kiállítottuk, mi már csak Farkas Gergelynek szeretnénk elküldeni, hogy mondjon rá áment, és augusztus 31-én, ha végzünk, akkor ezekből mi lemondjuk a konzekvenciákat, és egy határozott javaslattal szeretnénk előállni, hogy milyen úton folytatódjon Szabolcs-Szatmár-Berek megyében az egészségügy helyzete. 8 nappal rövidülhet az eljárás, kötelező az elektronikus kapcsolattartás polgári peres ügyekben júliustól.
A polgári eljárásokban, a munkaügyi, közigazgatási perekben az EPER kapun regisztrálniuk kell a perindítónak vagy a jogi képviselőnek. Az elektronikus kapcsolattartás gyorsabb és olcsóbb is a bíróságoknak. Néhány kattintás a nyíregyházi törvényszéken megmutatják, melyik felületen és hogyan lehet regisztrálni az e-bírósági ügyintézésekhez az ügyfélkapun. Ez a tájékoztató kisfilm pedig részletesen lépésről lépésre megmutatja, mi a dolga a perindítónak, a jogi képviselőnek, az ügyvédeknek, ha a polgári peres eljárásokban beadványaikat az elektronikus felületen nyújtják be. Eddig is élni lehetett az e-beadvány lehetőségével, de júliustól már készen áll a bírósági hivatalok informatikai kiépítettsége az elektronikus perindításra. A polgári peres eljárásokat már ezeken a felületeken fogadják, iktatják és kezelik a bíróságokon. Kizárólag ilyen módon lehet keresetet indítani, ha nem ilyen módon történik, akkor a bíróság a keresetlevelet el fogja utasítani. Ügyész esetében, jogi képviselővel rendelkező ügyfél esetében, közigazgatási szerv és gazdálkodó szerv esetében kötelező, tehát ha ők a peres felek, akkor kizárólag ilyen módon történhet a keresetindítás. A törvényszék felhívja a figyelmet arra, hogy sokan félreértették és a bíróságok levelezési címjeire juttatták el indítványaikat elektronikusan. Az ügyintézéshez viszont regisztrálni kell. Hasonlóan működik ez, mint a közigazgatási eljárásban, tehát az ügyfélnek regisztrálni kell magát okmányirodánál, és az egyéb már jól ismert megszokott módon, és onnantól kezdve tud a bíróság ilyen módon kommunikálni. Tavalytól a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban is választható ez a forma, sőt bizonyos esetekben kötelező. Közkedvelt az elektronikus illetékfizetési lehetőség is, mivel ez jelentős költség és időmegtakarítást eredményez. A magyar felnőttek alig 15%-a sportol rendszeresen. Ez a mindennapos testnevelésen kívüli gyerekek csupán 10%-ára igaz. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A Cigánd elleni 3-2-es győzelemnek köszönhetően a kisvárdai futballcsapat bejutott a Balmazújvárosi torna döntőjébe, ahol a házigazdák együttese ellen lépnek majd pályára Rajciék. Révész Attila tanítványai július 31-én idegenben a Budaörs otthonában kezdik a bajnokságot. Alakul a Marsó Nyíregyháza játékos kerete. A csapatkapitány Nagy Krisztián, valamint Molnár Marcell és Gáspár Balázs már elkötelezte magát a folytatás mellett, de több korábbi kosarasával is közel áll a megállapodáshoz a klub vezetése. A felkészülés július 25-én kezdődik, és a tervek szerint egy hazai tornán is láthatja majd a közönség a csapatot. A magyar felnőttek alig 15%-a sportol rendszeresen. Ez a mindennapos testnevelésen kívüli gyerekek csupán 10%-ára igaz. A nem túl jó arányokat növelni a kormány is, többek között szabadtéri sportparkok építésével, hiszen azok mindennapos és ingyenes testmozgást biztosítanának. Zene és mozgás a legtöbb fiatal figyeltestének épségére formálására. Ezek a felvételek Nyíregyházán egy belvárosi edzőteremben készültek, a kondigépek itt szinte sosem üresek. Egyre elterjedtebb Nyíregyházán a fitnessedzés, meg úgy bármilyen sportok, ökölvívás vagy küzdősportok. Abból is észre lehet venni, hogy egyre több edzőterem nyílik. Egy bizonyos réteg szinten nap mint nap edz, ám a statisztika szerint a magyar felnőttek alig 15%-a sportol rendszeresen, ez heti 2 alkalmat jelent. A gyerekeknél is megdöbbentő a szám, a mindennapos testnevelésen kívüli gyerekek csupán 10%-a mozog rendszeresen. Ezért és az egészség megőrzése érdekében könnyen hozzáférhető ingyenes sportparkokat építene a kormány országszerte, ehhez hasonlót. Az ötlet nem új, Nyíregyháza ezen a területen élen jár, a városban több parkot is használhatnak a mozogni vágyók.
A rendszeres és aktív testmozgást szeretnénk elősegíteni azzal, hogy 11 helyszínen 136 sporteszközt állítottunk fel a városban. Ezek a sporteszközök igazából minden izomcsoport átmozgatására, nyújtására, erősítésére alkalmasak, illetve hát rehabilitációs és prevenciós célokra is lehet használni, úgyhogy az idősebb korosztálynak is ajánlani tudjuk. Evezőpad és láblengető a kondi parkokban mindenki megtalálja a számára megfelelő mozgást biztosító eszközt. Én napi rendszerességgel járok ide edzeni, nagyon jónak találom egészségmegőrzés szempontjából. Hát mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a szabadtérit. Nagyon jól lett itt a tó körül futni is, ezt is nagyon jól kell lehet használni. Én nagyon jó dolognak találom ezt. Jövőre 2,5 milliárd forint jut szabadtéri sportparkok építésére, az önkormányzatok augusztus közepéig pályázhatnak. A Cigánd elleni 3-2-es győzelemnek köszönhetően a kisvárdai futballcsapat bejutott a Balmazújvárosi torna döntőjébe, ahol a házigazdák együttese ellen lépnek majd pályára Rajciék. Révész Attila tanítványai július 31-én idegenben a Buda Őrs otthonában kezdik a bajnokságot. A felkészülés harmadik teljes hetének végéhez közeledik a Kisvárda Mastergood. A csapat eddig 6 edzőmeccset játszott, a Paks legyőzését követően a Szatmárnémeti, a Mezőkövesd, a Nyírbátor és a Nagymihály ellen is döntetlenre végeztek erőség. Legutóbb a Cigánd ellen 3-2-re nyert a Várda, és ezzel bejutott a Basabalmasz kupa döntőjébe. Bár az eredmények ebben az időszakban másodlagosak, Révész Attila szakmai igazgató örül annak, hogy minőségi ellenfelekkel szemben is megállták a helyüket. A felkészülésnek az első szakasza általában a fizikai részről szokott szólni. Nekünk hál' Istennek ezzel túl sokat nem kell foglalkoznunk, mert nem rosszul jöttek vissza a játékosok. És a felkészülésünk első meccseit is szándékosan így alakítottuk, hogy minél erősebb ellenfeleink legyenek, mert a tavalyi bajnokság során azért viszonylag sok gólt kaptunk, és ennek a szűkítése, csökkentése az elsődleges feladatunk. És hát az elmúlt mérkőzések mutatják, hogy talán jó úton járunk. A Paks ellen egyet kaptunk, a Kövesd ellen 120 perc alatt nem kaptunk gólt, majd most Mihajlovcén egy még erősebb csapat ellen szintén érintetlen maradt a kapunk. A következő időszaknak pedig az lesz a feladat, hogy azokat a kötelező fiatal játékosokat beillesszük a csapatba, akiknek a pályán kell lenni végig. És természetesen most már azért majd jön a támadójátéknak is a súlykolása. A támadójáték egyik fontos láncszeme lehet a Szegedül igazolt Szabó Péter, akinek gyorsaságát a két szélen kamatoztathatja majd a Kisvárda. Eléggé támadó szellemű csapatba kerültem, még azért szerintem a beilleszkedési folyamat tart, de úgy gondolom már végére érünk lassan. Szeretnék minél többet játszani, taktikailag úgy gondolom, hogy eléggé felkészült lesz a csapat, és ez ahhoz segíti majd, hogy minél több meccset megnyerünk. A Kisvárda legközelebb szombaton a Balmazújvárosi torna döntőjében a hazaiak ellen lép majd pályára. Az NB2-es szezon július utolsó hétvégéjén rajtol Révész Attila együttese a nyitófordulóban Budaörsre látogat. Első hazai meccsükön egy héttel később a Soroksárt fogadják Rajciék. Alakul a Marsó Nyíregyháza játékos kerete. A csapatkapitány Nagy Krisztián, valamint Molnár Marcell és Gáspár Balázs már elkötelezte magát a folytatás mellett, de több korábbi kosarasával is közel áll a megállapodáshoz a klub vezetése. A felkészülés július 25-én kezdődik, és a tervek szerint egy hazai tornán is láthatja majd a közönség a csapatot. Amikor biztossá vált, hogy a Marsó Nyíregyháza ősszel az NB1B-ben indul, a klub vezetése úgy döntött, hogy saját nevelésű játékosokra építi a következő szezon csapatát. A legutóbbi keret magyar kosarasai közül Lajz Gergely hazatért Debrecenbe, és távozik a nyíregyházi Kósa Tamás is. A többiek viszont hajlanak a folytatásra, néhányukkal már meg is egyezett Sitko Ernő szakmai igazgató. Molnár Marcell, Nagy Krisztián, Gáspár Balázs, biztos, hogy itt fog nálunk játszani. Bús Iván, Fazekas Csabi, kicsi kérdés még van az ő szerződésükben. Nagy Krisztián szintén nálunk fog játszani. Szeretném, hogy legyen egy külföldi légiósunk majd, őt a magas ember posztjára képzelném el. Varga Marcit szintén szeretnénk visszahozni Nyíregyházára, és úgy gondolom, hogy 99%-ban meg is tudtunk vele egyezni. Czura Attila lenne az, aki még szintén csatlakozna a csapathoz, ugye ő itt is nevelkedett nálunk, és nagyon szeretném, hogy visszakerüljön hozzánk,
és a továbbiakban minket erősítsen. Az ő megegyezése is nagyon közel van. Ezután pedig három hely szabad. Ezután három hely szabad még, és a három helyre pedig a fiataljaink közül szeretnék felhozni játékosokat. A 21 éves irányítóposzton bevethető Molnár Marcelnek voltak ajánlatai, ő azonban úgy döntött, hogy marad Nyíregyházán. Hazai pályán szeretnék játszani, felépült az új csarnok, szeretném ezt kipróbálni, illetve anyagilag se rossz az ajánlat, ezért döntöttem emellett. A Marsó Nyíregyháza július 25-én kezdi el a felkészülést. A bajnokság szeptember végén rajtol, előtte a HEP kupában léphet pályára a csapat. A klub tervezett saját rendezési tornát is, amelyen jelen állás szerint a Tiszaújváros, a szlovákiai Sweet és egy budapesti együttes társaságában láthatja majd a közönség a kék cápákat. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Sokat javulhat a Tisza vízminősége a következő napokban. A tavalyi aszályos, vízhiányos időszakhoz képest jóval több csapadék hullott az idei évben. A következő hetekben mintegy 2-3 méterrel is emelkedhet a folyó vízszintje. Ez azt jelenti, hogy a jelentős mennyiségű friss csapadéknak köszönhetően javulhat a vízminőség. A szakemberek várakozásai szerint pedig az árhullámok nem hoznak majd sok hulladékot. Ugyan még nem virágzik a parlagfű, de már okoz gondot jelenleg a gazdáknak. Az elhanyagoltabb területeken ugyanis magasra nőhet és elburjánzhat az allergén növény. Ilyen esetben akár büntethető is a földhasználó. A bírság mértéke a parlagfűves szennyezettségtől függ. Pár tízezer forintos vagy akár milliós büntetés is kiszabható. Jelenleg egyelőre a pázsitfűfélék okoznak kellemetlen tüneteket. 8 nappal rövidülhet az eljárás, kötelező az elektronikus kapcsolattartás polgári peres ügyekben júliustól. A polgári eljárásokban, a munkaügyi közigazgatási perekben az EPER kapun regisztrálniuk kell a perindítónak vagy a jogi képviselőnek. Az elektronikus kapcsolattartás gyorsabb és olcsóbb is a bíróságoknak. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 14-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen péntek este is jelentkezünk, addig is böngészték honlapunkat, ahol további híreket és érdekes tudósításokat találnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, tartós északnyugati áramlás várható. A záporokat, zivatarokat okozó felhőtömb estére fokozatosan kiszorul a régióból, egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, éjszaka már nem lesz csapadék. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, majd éjszaka többfelé mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11-14 fok között alakul, reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan felhős lesz az ég, később egyre több felhő lesz, de csapadék estig nem valószínű. Az északi szél Ózd környékén gyenge marad, másút kissé megélénkül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul, hidegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén az éjszakos átlagnál jóval hűvösebb, többfelé szeles időben lesz részünk. Szombaton akár nagyobb területen hullhat újabb jelentős mennyiségű csapadék. A jövő hét elejétől fokozatos javulásra egyre több napsütésre számíthatunk, nappali gomoly felhőkkel. Ekkor már csak elszórtan fordulhatnak elő záporok, ezzel együtt pedig a hőmérséklet is emelkedik, de a hét közepéig nem tér vissza a kánikula.